Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen. Kedves testvéreim, jelenlévők, nézőink! Advent harmadik vasárnapján így kezdődik a Szent Mise. Örvendjetek az Úrban mindig, újra mondom, örvendjetek. Amikor most összegyűltünk, hogy a harmadik rózsaszín gyertyát is meggyújtsuk a megemlékezés koszorúján, ezt a belső örömet akarjuk felszítani önmagunkban. Amikor az idő a teljességéhez közeledett, elvétetett a fejedelmi pálca Júda törzsétől. Sőt, idegenek uralkodtak a választott nép fölött. Egyre fokozódott a vágy és a sóhaj a megígért megváltó után. A gondviselő Isten azonban nem e világi uralmat akart adni megtestesült fiának, hanem az egész teremtés fölött örökre szóló uralmat. Nem országhatárokkal és hadsereggel mérhető az ő birodalma és ereje, hanem a lélek benső átalakulásával, a szívek fölötti uralommal. A választott nép fiai várták az eljövendőt, számlálgatták az előjeleket, mégis, amikor elérkezett az idő teljessége, nem ismerték fel, hogy köztük áll már az ígéret fia, megjelent közöttük látható módon a láthatatlan Isten. Mi az előkészületünkkel éppen azt akarjuk elérni, hogy az Úr látogatása ne érjen váratlanul. Azért is gyújtjuk meg koszorunkon a gyertyákat, hitünk fokozódó fényét jelezze, és mutassa az utat Krisztushoz. Könyörögjünk! Gondviselő Istenünk, mennyei Atyánk, örök szeretetedben nem akartad az emberi nem pusztulását, hanem szent fiadat adtad, megváltónk és királyunk legyen. Kérünk, amit az évezredek folyamán készítetted az ő eljövetelének útját, úgy készíts kegyelmeddel, ami szívünkben is az utat. Engedd, hogy felkészülésünk töretlen legyen, s amikor fiad elérkezik, boldog örömmel fogadjuk, és egész életünkkel szolgáljuk őt, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Harmat hozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az igazat. Ne haragudj ránk, Úrunk, és ne emlékezzél többé gonoszságunkra. Ím elhagyatott áll ön a Szentnek városa, pusztasággá Sion, és árván maradt Jeruzsálem. A te szentségednek és dicsőségednek lakóháza, ahol atyáink téged dicsőítettek. Rórá te, Céridé szuper, et nubes fluhant justum. Védkeztünk, s mint a tisztátalanok olyanná lettünk, s mint a falebelhek földre hújtunk. Íme gonoszságaink, mint a szélvészel sodornak minket. Elrejtetted előlünk arcodat, és önnön gonoszságunk, markába adtál minket. Harmat hozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az igazat. Lásd meg, Urunk, a te népednek sanyarúságát, és küldd el az eljövendőt,
Küldd el a bárányt, a föld kerekség úrát. Küldd el a kősivatagból Sion leányának hegyéhez, hogy elvegye rólunk fogságunk igáját. Rórá te, szélidészó per, et nobis fluant justum. Miután meggyújtottuk, kedves testvéreim, nézőink, a harmadik, úgymond rózsaszín gyertyát, öröm, vagyis Gaudete vasárnapján, mai szemisénket élő és elünk családtagokért, elünk Bolda Antalért, s elünk Stágel Ferencért ajánljuk fel. Mindennek reményében és örömteli szívünk által azért mégiscsak nézzünk önmagunkba. Vizsgáljunk meg lelki ismeretünket, bánjunk meg bűneinket, hogy aztán méltóképpen ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és ideket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, Istenünk, te látod, népe milyen hűséges lélekkel várja urának születése napját. Add kérünk, gyenérkezzünk az üdvösség nagy örömére, s örvendező lélekkel áltatosan ünnepeljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A próféta így beszél. Az Úr lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr, és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt. Ez az Isten igéje. Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, legyetek mindig derűsek, imádkozzatok szüntelenül, adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben föllépett egy ember az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot.
a zsidó papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, megkérdezzék őt, ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte, a próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte, a pusztában kiáltó hangja vagyok, egyengessétek az Úr útját, amit Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték, miért keresztelsz hát, nem te vagy a messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt, én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a sorúsziát sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi. Köszönöm, kedves testvéreim, nézőink! Újra és újra elmondhatom önmagamról, már nem először az életemben, hogy meghaltam, de újra élek, mégpedig Krisztusban, ahogyan ezt Szent Pál apostol is írja a Galatákhoz írott levelében. Igen, úgy látszik, hogy Jézus még adott nekem és sokaknak, másoknak új lehetőséget, hogy még itt maradjunk ebben a földi létben. De vajon miért? És mit jelent ez egy olyan ember számára, aki úgymond visszajön a halálból a földi életre? Hányan és hányan elmondták, hogy mit láttak akkor, amikor búcsúztak ettől a földi léttől? Azt a bizonyos alagutat, azt a bizonyos fényt, de aztán mégsem sikerült tovább menniük, hanem visszajöttek valamiért. Sokszor megkérdezzük egymástól, akik ezt úgy, ahogy átélték, hogy miért is jöttem én vissza, annyira szép volt az a bizonyos fény az alagúttal együtt. És ez az élet, kedves jó testvéreim, ez nem szép számunkra? Ez nem tartogat igazából örömet és boldogságot, mint keresztény embernek semmit. A harmadik gyertyát nyújtottunk meg nemrég pár perccel ezelőtt, és végül is Gaudete öröm vasárnapja van, ami jelzi számunkra, hogy nem sokára megint csak befogadhatjuk az életünkbe az élet szerzőjét, nem csak azt a kisdedet, aki Betlehemben született, hanem magát, a megváltót, az igazi életet, a nagybetűst, a szeretetet, és mindazt, ami számunkra mindent jelent, Jézus Krisztus. És ha már itt tartunk, elég rövid ez az advent, a legrövidebb. Lassan vége, holnap az egy hétre. Vajon ha belegondolok kisnagy életembe, nekem most ez az advent milyen örömet, milyen boldogságot tartogatott idáig? Mennyire észleltem a mindennapos napjaimban, hogy tényleg számomra talán egy-két dolog, mert nem is vettem észre, vagy észrevettem, mégis annál nagyobb örömet okozott. Sokszor nem akarjuk észrevenni ezeket a kis nagy értékeket, amelyek talán tényleg nagyon pontosak lennének mindannyiunk számára. Csak mindig a negatívot, csak mindig azt, ami rossz, abban vagyunk igazából teljesen átélve az életünket, és aztán nem veszük észre azt, ami tényleg a legfontosabb lenne, hogy kiszakadjunk mindezekből, és egyre jobban átéljük azt, ami nem biztos a rózsaszín felhő, mert mindig azt szeretnénk látni, hanem a belső lelkületben azt a bizonyos tényleg igazi boldogságot és örömet. Advent az új év kezdete. Ígéretek, fogadkozások. Majd más leszek, majd jobbá válok, majd tényleg jobban megtisztulok, jobban átgondolom az életemet,
érettebbé válok. Kedves testvéreim, sikerült idáig, amit ígértem, amit fogadtam egy-két héttel ezelőtt? Tényleg azon az úton vagyok, hogy ez egyre jobban sikerüljön, és ha szabad így mondanom, egyre jobban tökéletes legyen. Ha rápillantok erre a harmadik gyertyára, ami tényleg külön áll, és különül a többi színtől, a lilától, a bűnbánattól, a megtéréstől, talán nekem mit jelent ez a bizonyos harmadik gyertya, mind most, mind pedig az életem számára. Mert ugye tudjuk, hogy nem a karácsonnyal ér véget az öröm és a boldogság, az csak egy jelzés értékű számunkra. Karácsony után is lesz majd, és reméljük, van életünk, mi pedig nem kicsi betűvel írva, hanem mindegyiket nagy betűvel írva. Kedves testvéreim, még egy hét. Ennyi választ el bennünket a Szentestétől, az igazi szeretet ünnepnek a lelkületétől. Van még egy pár napunk, hogy átgondoljuk, mit kéne még jobbá tennünk, és mi az, ami tényleg sikerült nekünk, hogy egy kicsit megváltozunk, hogy jobbakká váljunk. Gyertyagyújtásnál énekeltük ezt a bizonyos harmatozzatokat. Mennyire fontos ez az életünkben, akár mint a roráte műség, amikor eljövünk, föláldozzunk egy kicsit az életünkből, lemondunk valamiről, hogy idejünk a templomba, Isten házába, talán megköszönni, hálát adni mindazért, amiért van életünk, amiért van emberi kapcsolatunk, és remélem egyre jobban, amiért van úgy, ahogy egészségünk, ahogy van esetleg úgy, ahogy munkánk, ahogy van esetleg úgy, ahogy amit szeretnénk önmagunknak és másoknak. Nem kell sokat mondani ilyenkor, azt szokták mondani. Röviden és felősen. Gondoljuk akkor még át, ami még hiányzik az életünkből, és ne csak gondolatok legyenek, s rózsaszín felhők, hanem mindig érezzük át, minden nap az apró kis örömeket, amelyek aztán nagy örömmé változnak. Akkor, amikor majd reméljük, hogy az utolsó ítéletkor, Jézus második eljövetelekor találkozzunk azzal, aki a legnagyobb öröm mindannyiunk számára, felhőtlenül, tisztán és boldogan. Amen. Mindennek jegyében akkor pedig vajon meg közösen a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi bőségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek keréből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de Úr eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Úromban és éltetőmben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban,
Vallom az egykerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy a tiszta lélek derűjével készülhessünk megváltónk eljövetelének ünnepére. Világosíts meg, Urunk, szent atyánkat, Ferenc pápát és püspökeinket, hogy mindig a helyes úton vezessék népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Irányítsd az államférfiakat, hogy jóléthez és boldogsághoz segítsék a nemzeteket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Árazd el tanításod fényével az oltár körül egybegyűlt híveket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Töltsd el a keresztény szeretet melegével otthonainkat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Tedd boldoggá elhunyt testvéreinket örök világosságod által. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Keresztelő János tanúságot tett Szent Fiad eljöveteléről. Add, hogy örömmel fogadjuk őt a földön, boldogító látását élvezhessük a mennyben, aki én is uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Kérünk, Urunk, álljon előtte szüntelenül odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk, valósítsa meg az általad rendelt szent misztériumot, s hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, s kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közeletét jelezte Keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, már hozzánk érkezett. Megadja nekünk, a születésének ünnepét örvendezve várjuk, s így imádságban virrasztva, dicséretében újongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, s minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszát zengjük, s velük együtt, vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árasz erre a szent lelkedet, hogy számunkra, amirunk Jézus Krisztus teste és vére legyen.
Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványnak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnei bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fajjáljunk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, s hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szinten előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld, szívide, Urunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd tökéletes a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ügyegyesével, a szent apostolokkal, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részese lehessünk az örök életnek, dicsíta magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet, dicsőség, mindörökkön, örökké. Hogy az öröm és a boldogság Isten által valóban mindannyiunk számára megtapasztalhatóvá legyen, és ne csak azért, mert a bor vidámítja a szívet, bizalommal együtt most így is imádkozzunk közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a tevet, jön el a te ország, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen végként napjainkban, irgalmadban mindenkor, bűn és bal nélkül éljünk, reménykeddel várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizve szándékos szerint békében, s a mert teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Yeah.
Íme az Isten báránya, íme aki elvesz a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ő lelke. Thank you.
Kedves testvéreim, nézőink, itt az alkalom a Szentidő, hogy végre megfogalmazzam önmagam számára. Mi ad nekem igazából Istenben és emberi kapcsolataimban igazi boldogságot, örömet és tisztán látást? Amen. Könyörögjünk! Kegyességedért esedezzünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvéreim, jelenlévők, nézőink, a hirdetésen következnek kevés szándék és annál több fontos mondani valóval. Holnap a 8 órás mise elmarad továbbra is, 10 órakor elünt Herr Margitért, akit pénteken kísértünk el utolsó útjára itt a Bogdányi temetőben, elünt Herr Béláért és szüleiért, elünt Herr Tamásért, valamint élő és elünt családtagjaiért, elünt Alvinc Józsefért feleségért, Elter Máriáért, élő és elünt családtagjaikért, elünt Rudolf Tamásért és édesapjáért, Mártonért, elünt Fehérvári Jánosért, elünt Schuster Tamásért és feleségért, valamint lányunkért, Marikáért, elünt Gudbrod János atyáért. Hétfőn, reggel 7 órakor elünt Rixer és Baltringer nagyszülőkért és elünt családtagjaikért és hálából. Kedden reggel 7 órakor elünt Fekete András atyáért, Herr Vilmosért, elünt Herr Antalné született Schneider Borbáláért, édesanyákért és leendő édesanyákért. Szerdán még nem lesz szentmise. Pénteken reggel 7 órakor elünt Tudort Mihályért és elünt Herr Béláért. Szombaton este elünt Dóráért és elünt Himmer Andrásért és szüleiért. Jövő vasárnap szintén még szüneteltetjük egy kicsikét a 8 órási misét, 10 órakor elünt Gudbrod Ferencért és feleségért, Zeller Máriáért ajánljuk ezen miséinket. És akkor a fontos mondani valók. Először is nagyon szépen köszönöm mind a Jóistennek, mind bárkinek, aki imádkozott azért, hogy ebből a súlyos betegségemből fölépüljek. Hál' Istennek itt vagyok, szolgálatra készen, Isten fizesse meg mindenkinek. Továbbá köszönjük mindazok munkáját, aki segítettek a templom karácsony előtti takarításában. Karácsony közelettével szeretnénk idős és beteg testvéreinket megajándékozni. Kérjük, hogy aki segíteni tud a csomagok elvitelében, a mise vagy a misék után jöjjenek be a sekrestjébe. Ezt is köszönjük. Holnap délután 5 órától lesz a karácsonyi forgatagos koncert itt a templomban, mert mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők. Ezen a héten a szentmisék rendje a következő. Hétfőn, kedden és pénteken reggel 7 órakor lesz Rorátes szentmise, szombaton este 6 órakor a gyertyagyújtással egybekötött előesti mise, vasárnap pedig csak 10 órakor lesz mise, amely egyben adventi mise még, a 8 órai mise elmarad. Kisoroszliban vasárnap 12 órakor lesz majd még mise. Kedden és szerdán délután 1 és 4 óra között lesz lehetőség a plébánián fenyőfa vásárlásra. 1,5 méter magasságig 6000 forint per darab, az ennél nagyobbak pedig 8000 forint per darab egységáron kerülnek eladásra. Tehát kedden és szerdán délután 1 és 4 óra között. Pénteken a délelőtti órában, mivel ugye sajnos elmaradt az első péntekünk a betegségem folyamán, felkeresem a betegeket, kérem, hogy jelezzék, ha van a környezetükben olyan személy, aki karácsony előtt az otthonában szeretne szentségekhez járulni. Szombaton reggel 8 órára várjuk mindazokat, akik a templom fenyőfáinak beállításában segíteni tudnának. Ezt is előre köszönjük.
Jövő vasárnap délután 4 órakor lesz a pásztorjáték itt a templomban, mert mindenkit szeretettel hívunk és várunk, főleg a gyerekeket és a családokat. December 21-én csütörtökön, este 6 órakor mutatják be Szentendrén, a Ferences sportcsarnokban a Betlehem veled, Tégy engem békét eszközévé című darabot az Eucharist együttes előadásában. Előzetes regisztrációs információ a programról és a támogatói jegyekről a gimnázium honlapján található. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők. Jövő évi program. 2024. május 21 és 24 között autóbuszos zarándoklatot szervezünk Csesztokhovába, Vadovicébe és Krakkóba. A 4 napos út részvételi díja 109.900 forint per fő. A zarándoklatról a tájékoztató a hátsó kisasztalon található és elvihető. Jelentkezni január 25-ig lehet a sekrestyében 50.000 forint per fő előleg befizetésével. Erre is mindenkit várunk szeretettel. És hogy tényleg az öröm hasson át bennünket, a belső, a lelki, ami a szívet igazából átjárja Krisztuson keresztül, fogadjuk által az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szennyiség véget ért, küldetéstek van, járjatok békével.